A már hetek óta tartó fagyos hideg időjárás és a nemrég hivatalosan is bejelentett influenza járvány, illetve a légúti megbetegedések miatt január hónap első két hetében a szokásosnál is kevesebben adtak vért. Ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt országos szinten mindenkit véradásra kér. A jövő héttől kezdődő kalocsai véradásokra is várják a lakosokat. Sajnos érezhető ugye országos szinten is, ami itt a kis körzetünkben is, hogy kevesebb a véradó egyébként is, és hát most ennek az influenza járványal teli időszaknak viszont megvan megint az a hozadéka, hogy ez is még a jelentkező véradókból is elég sokat visszavesz. Úgyhogy én ezúton is szeretném bátorítani azokat a segíteni akarókat, akik eddig még csak tervezték, de nem tették meg a kezdő lépést, hogy mindenképpen próbáljanak időt szakítani a véradásainkra, és jöjjenek el, hiszen óriási elégedettséggel tudja eltölteni a kedves véradót, hogyha ott volt és megtette és segíteni akart. Véradás a városunkban legközelebb hétfőn, a kórház harmadik emeletén lesz lehetőség, majd a következő hétfőn, január 30-án a Hunyadi utcai közösségi házban. De február hónapban egy különleges alkalommal is készül a Kalocsai Vöröskereszt. Február közepén egyfajta farsangi véradást próbálunk, bár kicsit késő, mert 18-án kerül erre sor beütemezni, ahol még egy kis plusz kedvességgel is próbálunk vonzóbbá tenni ezt az alkalmat, hiszen farsangi fánkkal fogjuk vendégül látni a kedves véradóinkat. A különleges farsangi véradásnak az Ökopont ad majd otthont február 18-án szombaton. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a segítségnyújtás az a segítségnyújtás, ami nem anyagi kérdés. Tehát ezt bárki megteheti, itt független az anyagi helyzetünktől. És egy óriási dolognak köszönhető, hogy én magam egészséges vagyok, és én ezt tovább tudom adni az éppen arra rászorulónak, annak a betegnek, akinek viszont egyetlen feltétele a gyógyulásának, hogy meglegyen a kellő mennyiségű vérkészítmény. A városunkban is tartandó véradások helyszíneiről, illetve azok időpontjairól a véradás.hu internetes oldalon folyamatosan informálódhat.